Vakler Lajos újságíróval beszélgetett életútjáról Bakonyi István író, irodalomtörténész a Krisztus Király plébánia közösségi házban, a közösségi és kulturális szalon programsorozat legújabb programján. Számtalan ilyen beszélgetésem volt már, most az a különbség, hogy nem könyvbemutatóról van szó, hanem egy életút interjút készít velem, ami azt hiszem, hogy megerősítés nekem is, hiszen azért vannak olyan szegmensek az én életemben is, amelyek fontosak, és hát bulvár nélkül természetesen elmondhatóak, hiszen az út 60 felett azért már kellő tapasztalattal bírok ahhoz, hogy ez a beszélgetés olyan legyen, hogy megismerjenek egy kicsit mélyebben is az emberek. Vakler Lajos Penna Régia díjas, Prima Primissima különdíjas újságíró fáradhatatlanul kutatja, értelmezi és őrzi meg a jövő számára a fehérvári értékeket. Bakonyi István megtiszteltetésnek érezte, hogy részese lehetett a beszélgetésnek. Nagyon tisztelem Vakler Lajos tevékenységét, nagyon sokoldalú ez a tevékenység, amit ő kifejt a Fehérvár Televízióban. Ugye említhetjük azokat az interjú köteteit is, amelyek a fehérvári beszélgetések nyomán születtek. És egy kicsit az is érdekesebben, hogy egy picit az utódomnak tekintem. Én annak idején sokáig készítettem irodalmi beszélgetéseket a Fehérvár TV-ben, és gyakorlatilag most a másik oldalra kerültem, mert már nem dolgozom ott, de a Lajos sokszor megkép különböző műsorokba, és azt hiszem, hogy az érdeklődési körünk, az ízlésünk az nagyon hasonlít egymásra. Vakler Lajos a Fehérvári Beszélgetések című könyvsorozatában rendszerint olyan emberekkel beszélget, akik értéket mutatnak fel a város közösségének, dokumentumfilmjeivel pedig a magyar királyok kultuszát kutatja. Rómában Szent István és a magyar Szent Család kultuszának nyomába eredt, majd Erdélyben Szent László emlékeit dokumentálta. A filmes küldetés legutóbbi állomása Horvátország volt, Dalmáciában kutatta fel az Árpád-házi uralkodók és családtagjaik emlékét őrző kultuszokat és helyszíneket.